Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Az előző részekben megismerhettétek Robert Black korai életét, gyermekkorát, majd azt, hogyan rabolt el, erőszakolt meg és ölt meg három kislányt. A mai rész arról fog szólni, hogy hogyan kapták el Robert Blacket, és hogy mi történt a tárgyaláson. Bár egy adatbázisba került mind a három gyilkosság, viszont nem jártak sikerrel. Ezért megint csak abban bízhattak, hogy megint újra lecsap, de talán most a rendőrség előbb tud lépni, és nem tud olyan messzire elmenni a lányjal a testi dolgokban, mint azelőtt. Tehát előbb elkapják Blacket, mielőtt bántaná a legújabb áldozatát. Black elfogása egy újabb emberrablás kapcsán történt, és hogyha nem fogják el időben Blacket, akkor valószínűleg ez az elrablás is egy gyilkosságba fajult volna. 1990. július 14-én Stowe-ban, a skót határhoz közel, Mandy Wilson, aki akkor 6 éves volt, éppen hazafele tartott, sétált az utcán, és egy szomszéd látta is a kislányt. De a szomszéd pont lehajolt a fűnyíró pengéjéhez, és ő csak annyit látott, hogy egy fehér furgon áll az utcán, az utas oldali ajtó nyitva. A kislány, a 6 éves kislány sétált a furgon fele. És amikor pont a szomszéd lehajolt, akkor már csak annyit látott, hogy a kislány lábai, meg az elrablónak a lábait látta, és azt, hogy a kislány lábai eltűnik a furgonnál. Tehát a szomszéd csak azt látta, hogy a férfi megfordul a felhajtón, és elindul pont abba az irányba, amerről a kislány jött, elindul Edinburgh felé nagyon gyorsan. A szomszéd feljegyezte a furgon rendszámát, és rögtön kihívta a rendőrséget. Érkező rendőrök rögtön rádió leadták a környékbeli rendőrségen ezt a rendszámot. A szomszéd úgy emlékszik vissza, hogy ő ugye közel állt az elrabláshoz, és amikor kiérkeztek a rendőrök, kiderült, hogy a kiérkező rendőrök között van az elrabolt kislány apja. Amikor pont a szomszéd az elrablásról beszélt a rendőröknek, akkor ugyanez a furgon megjelent az utcában. A szomszéd felkiáltott, hogy ő az a furgon, ami elrabolta a kislányt. Az apuka, a rendőr az útra állt, hogy megállításra kényszerítse a furgont, viszont a furgon még időben elkapta a kormányt, és egy utcán elmenekült. Azt nem tudom, hogy miért ment vissza az elrablás helyszínére. Végül is a rendőrségnek gyorsan sikerült elkapnia Robert Blacket, aki a furgont vezette. Ott és akkor a rendőr, az apuka, torkon akarta ragadni Blacket, viszont ennél jobban aggódott a lányáért, úgyhogy rögtön kinyitotta az utas teret, ahol nem volt a lány, hátra mentek a furgonhoz, hogy megnézzék, hogy ott van-e, és csak egy nagy halom anyagot látott, letúrt ezeket az anyagokat, és egy hálózsákban ott volt a lánya. A férfi elmondta, hogy mennyire megrémült, hogy élve vagy holtan találja meg a kislányt. És amikor kinyitotta a zsákot, akkor ott volt a kislány, kivörösödött arca, hiszen meleg volt, nem kapott levegőt a zsákban, és nagyon meg volt rémülve. És amikor levett a tapaszt a lány szájáról, akkor a lány nem mert megszólalni, mert annyira sok hatás alatt volt. Egy 6 éves kislányról beszélünk. Amikor Weyer, a pszichológus megkérdezte Blacket, hogy mit csinált volna a kislánya, hogyha nem kapják el időben, azt mondja, hogy valószínűleg szexuálisan bántalmazta volna, hogy leúszta volna a nadrágját, stb. És azt mondta, hogy valószínűleg elengedtem volna, levettem volna a szájáról a tapaszt, dolgokat tett volna a hüvelyébe, hogy lássa, hogy mekkora. Beletette volna az ujját és a péniszét is. Amikor más tárgyakról kérdezték, beleegyezett, hogy esetleg más tárgyakat helyezett volna a hüvelybe, és amikor egy példát kértek tőle, egy tollat látott, amivel a pszichológus pont írt. Amikor Weyer megkérdezte Blacket, hogy hogy tehetett ilyen szörnyűséget, hiszen azt mondta korábban, hogy Black szereti a gyerekeket, a szó jó értelmében, akkor nem értett, hogy hogy tehetett ilyeneket. Azt mondta Black, hogy egyáltalán nem gondoltam arra akkor, hogy a kislány mit érez. Ha meghalt volna a kislány, akkor abban az esetben, Mandy esetében, akkor az puszta baleset lett volna. Black esetében ezek a kislányok egyszerű játékszerré minősültek át Black fejében. Egy egyszerű tárgyak, amin kiélheti a szexuális
fantáziáját, és miután használta őket, egyszerűen eldobja. Black számára egyszerűen közömbös volt az, hogy a gyerekek ellenkeznek, vagy sem. Ő megtette azt, amit ő meg akart tenni. Útban a letartóztatásakor a rendőröknek azt mondta Black, hogy valószínű megtartotta volna egy ideig a kislányt, és elvitte volna esetleg Blackpoolba, és a végén biztos, hogy elengedte volna a kislányt élve. Robert Black tárgyalása egy hónap múlva, 1990. augusztus 10-én kezdődött meg. Az ügyészségnek nem nagyon volt ebben a konkrét ügyben sok dolga, hiszen csak ismertették a tényeket. És ismertették az orvosnak azt az állítását, hogy valószínűleg a kislány egy órán belül meghalt volna, hogyha ugyanúgy abban a hálózsákba tartják, bezárva, és a száján ott lett volna a tapaszt, hiszen meleg volt, és ott nem volt elég levegő, hogy egy óránál tovább éljen a kislány. Egy doktor megállapított, hogy Black veszélyt jelent a gyermekekre, és nem csak most volt veszélyes, hanem hogy a későbbiekben is az marad. A védelem nem tudott más tenni, csak próbálta enyhíteni a helyzetet. Elismerte Black, hogy szereti a kislányokat, de soha nem cselekedett ezelőtt a vágyai szerint. Hogy Mandyvel csak egy kis időt akart együtt tölteni, semmilyen szexuális bántalmazás nem lett volna, elengedte volna, életben hagyta volna. Erre hivatkozott a védelem. Bevallották, hogy Black elismerte, hogy neki problémái vannak a gyerekekkel szembeni vágyakkal, és hogy ő hajlandó lenne részt venni egy programban, hogy őt kezeljék. Elutasították a védelmet, és Lord Ross, az igazságügyi hivatalnok azt mondta, hogy Mandy elrablása egy nagyon is előre kiszámított hidegvérű gyermekrablás volt. Nem egy felfokozott, hirtelen elkövetett cselekmény, hanem igenis előre kitervelt eset. Lord Ross szerint ez egy nagyon súlyos, borzasztó és megdöbbentő eset, és ezért Robert Blackett életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Clark számára egyértelmű volt, hogy ez a Mandy elrablásának története összekapcsolódik az előző három gyerekgyilkossággal, Susan, Caroline és Sarah elrablásának és meggyilkolásának történetével. Abban a reményben, hogy terhelő bizonyítékokat találnak, vagy esetleg Black bevallja a gyilkosságokat, ezért, mivel már úgyis az életfogytiglani börtönbüntetését tölti, ezért kihallgatták újra Blacket. És egy 6 órán át tartó interjúban Blacket kérdezték a gyerekkoráról, a maszturbációs szokásairól, a kislányokhoz fűződő viszonyáról, korábban, a gyermekkorában elkövetett bántalmazásokról, mindazt, amit ő adott, mindazt, amit ő kapott. Ezekről mindenről Black őszintén, gátlások nélkül beszélt. Mint mondtam, ez 6 óránál tartott ez az interjú. Viszont, amikor arról kérdezték, hogy hol volt Caroline Hogg meggyilkolásakor, vagy bármikor, amikor szóba jött a PDS, nél, tehát a futár cégnél töltött ideje, munkája, vagy a 3 kislány meggyilkolásával kapcsolatos bármilyen kérdéskor, Black elhallgatott, és nem mondott semmit. Nyilvánvaló volt, hogy a rendőrségnek ezért a régi módit kell elővenni, és elkezdték Blacknek a közel 10 évvel ezelőtti napi rutinjait leellenőrizni. Ez alapesetben nem lenne olyan egyszerű, viszont Black olyan cégnél dolgozott, ugye a poszterszállító cégnél, amikor Angliából, Skóciába vitt posztereket, ahol volt munkalap, bérkönyv, és ez alapján a rendőrség el tudott indulni egy bizonyos nyomon. Maxwell elrablása Coldstreamben történt 1982. július 30-án. A rendőrség feladata volt, hogy megállapítsa, hol tartózkodott Black minden szakaszában a napnak. Megvizsgálták, hogy a PDS rendelkezik a sofőrök által megtett utakkal kapcsolatos feljegyzésekkel, amelyek közel 10 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. A rendőrség eleinte megdöbbentve tapasztalta, hogy a létfontossági vállalati iratokat néhány hónappal korábban megsemmisítették, ahogy a vállalati szabályzatot is bizonyos idő elteltével. Mégis új remény támadt, amikor kiderült, hogy az akkori bérkönyvek még rendelkezésre állnak. Mivel a különböző utak eltérő béreket kapnak, ezért
meg tudták állapítani, hogy Black csinált egy anglia-skóciai utat július 29 és augusztus 4-e között. És Susan Maxwell elrablása július 30-án volt. Tehát pont abban az időpontban, amikor Blacknek volt útja arra a környékre. Viszont még mindig szűkíteni kellett az időpontot, és megtalálták a benzinkártyára készült nyugtákat, és kiderült, hogy július 30-án ezen a környéken tartózkodott Black. Megtakolta a furgonyát Kortszintől délre a kislány elrablása előtt. Majd találtak nyugtát, amikor megtankolta a furgonyát a kislány eltűnése után, pont azon az útvonalon, amerre a kislányt vihették, miután a holttestét kilopták. A leggyorsabb út a két hely között, ahol Blacknek szállítani a kellett, az A687-es volt, közvetlenül Coldstreamen keresztül. Black korábban azt mondta a munkatársainak, hogy amikor visszatért egy skót útról, inkább nem a legközvetlenebb útvonalat választotta, amely az M6-os volt az M1-es felé, hanem az A50-en keresztül, Midlanden keresztül jutott az M1-esre. Susan holttestét az A518-as autópályán találták meg, Staffordshire-ben, nem messze az A50-es csomóponttól. 1982. július 8-án Caroline elrablásának napján megállapították, hogy Black plakátokat juttatott el Pills Hill-ben, alig több mint egy mérföldnyire északra Portobello-tól, ahonnan a kislányt elrabolták. A benzinbizonylatok azt mutatták, hogy egy belfordi benzinkúton tankolt ezen a napon, és hogy a legkézenfekvőbb útvonal Belfordból a Pills Hill-i kiszállítási pontig Portobellón keresztül vezetett. Megállapították, hogy Caroline holttestét elrablása után 4 napig őrizte a gyilkosa, holtan vagy élve, azt nem tudták megállapítani. Viszont Black ezeken a napokon posztereket szállított Bedworthbe, alig több mint 10 mérföldre attól a helytől, ahol Caroline holttestét megtalálták. A közvetett bizonyítékok Sarah Harper esetében is ugyanolyan erősek, nyomatékosak voltak, hiszen Blacknek pontosan egy olyan helyre kellett posztert szállítani, ami 150 méterre volt attól a helytől, ahol Sarah-t utoljára életben látták az elrablása előtt. A benzinkártyákról, amit Robert használt, azt is megállapították, hogy Robert elhaladt az A453-as út mellett, ahol Sarah holttestét is elhelyezték. Ezeken a közvetett bizonyítékokon felül Clark arra is felfigyelt, hogy 1988 áprilisában egy 15 éves lányt, Teresa Thornhill-t is megpróbáltak elrabolni a háza közelében. A lány egy barátjával ment hazafele, majd ketté vált az útjuk, és a lány egyedül folytatta tovább az útját. Majd egy férfi megállt az út túloldalán, és felhajtott motorháztetővel, és megkérdezte a lányt, hogy tud-e neki segíteni, mert valószínű motor problémája akadt. Mondta a lány, hogy nem. Erre a férfi odament a lányhoz, és így átölelte a lányt. Tehát a lány nem tudott mit csinálni, és fogta a lányt, és átvitte a furgonhoz. Viszont a lány 15 éves volt, csak fiatalabbnak tűnt. Ezért elkezdett ellenállni, elkezdett kiabálni. Ezt meghallotta az a barátja, akivel az utat egy bizonyos pontig együtt tette meg. És a 15 éves fiú elkezdett rohanni a lány felé, és így Robert egy kicsit megijedt, a lány is ütötte-vágta Robertet, így kénytelen volt Robert elengedni Terezát. Bepattant az autóba, és akkor sikerült elmenekülni. Terezáik nem jegyezték fel a rendszámot. Annyit tudtak, hogy Terez emlékezett rá, hogy nagyon szőrös karja volt a férfinak, és nagyon büdös testszaga, izzadságszaga volt. Azért nem kapcsolták össze annak idején ezt az ügyet, hiszen Tereza 15 éves volt, az elrabolt lányok pedig 5, 10 és 11 évesek voltak. Azért támadt Black egy 15 évesen, mint már mondtam, hogy sokkal fiatalabbnak tűnt. A lány amúgy is csak 152 centi volt, nagyon lányos alkata volt, még nem volt, nem kezdett el kifejlődni, nem nőjes, hanem lányos alkata volt, nem volt rajta smink. Mivel nem figyeltek Terezára, így nem tudták összefüggésbe hozni ezeket a gyilkosságokat, pedig Tereza elég jó leírást adott a támadójáról és a furgonról is, bár a rendszámot nem tudta, de azt tudta, hogy milyen színű, meg milyen típusú a furgon.
1990 végre rengeteg közvetett bizonyítékuk volt Robert ellen, bár törvényszéki bizonyítékuk nem volt. Ezért úgy döntöttek, hogy elég keményen kikérdezik Robertet, 3 napig próbálták kikérdezni, de nem válaszolt semmilyen kérdésükre Robert, amit megtett, hiszen ez jogában állt, hogy nem válaszol. 1991. májusában a rendőrség benyújtotta a feljelentést a korona ügyészségnek, amely eldönti, hogy folytatják-e a vádemelést. 1992. áprilisában Blacknek 10 idézést kézbesítettek. 2 évet kellett várni a tárgyalásig, pedig rengeteg bizonyíték volt a rendőrség kezében, de jogilag mégsem álltak készen az ügy tárgyalására. Először is a jogi kérdéseket kellett tisztázni, hiszen 2 országban követték el a gyilkosságokat, és különféle jogi szabályozások vannak a 2 országban. Abból is vita volt, hogy a régebbi eseteket felhozhatják-e Black ellen. És ez akkor engedélyezett csak, hogyha nagyon hasonlít az ügy. És itt nagyon hasonlított a Mandy elrablásához a 3 gyilkosság is, ezért felhozhatták ezt a korábban megtörtént gyilkosságokat a Mandy elrablásához kapcsolódóan, és így végre megkezdődött a gyermekgyilkosságok perének a tárgyalása is, amiben Robert Black volt a gyanúsított. Mivel a legtöbb bűncselekményt Angliában követték el, ezért úgy döntöttek, hogy Black ügyét Angliában fogják tárgyalni. John Milford 1994. április 13-án azzal kezdte a nyitóbeszédét, hogy a 11 éves Susan Maxwell, az 5 éves Caroline Hogg és a 10 éves Sarah Harper, valamint a 15 éves Teresa Thornhill elrablásának kísérlete mind Robert Blackhez kapcsolódik. Az ügyben olyan bizonyítékok voltak, amelyek nem voltak törvényszéki bizonyítékok, Robert Black sem ismerte vele a bűnösségét, tehát tisztában voltak vele, hogy a vádakat közvetett bizonyítékokkal próbálják megnyerni, de ezek a közvetett bizonyítékok nagyon erősek voltak. A bizonyítékok azok, amiket már előbb elmondtam, hogy Robert Black mindig ott volt a környéken, mind a 3 gyermekgyilkosság idején. Arra az időpont is találtak bizonyítékot, hogy Robert Black arra járt, amikor a kislány holttestét az autópálya mellett hagyták. Robert Blacknek az előéletét is figyelembe vették, és azokat a dolgokat is, hogy pontosan hasonlóan próbálta elrabolni Mandyt. Tehát nagyon-nagyon sok közvetett bizonyíték volt, ami 3 különböző eset, 3 különböző városban történt, és mindhez tudták Robert Blacket kötni. Milford az esküdtszék előtt kiemelte a gyilkosságok közötti hasonlóságokat, hogy bebizonyítsa, hogy mindegyiket ugyanaz az ember követte el, ami volt az első lényeges szempont, az összes áldozat fiatal lány volt. Valamennyien fehér bokaszoknit viseltek. Mindegyiket nyilvános helyről vitték el. Susant és Caroline-t a forró júliusi napokon rabolták el. Valamennyiket valamilyen járművel rabolták el. Susant és Sarah-t mindketten tranzit típusú furgonokban rabolták el. Mind a 3 áldozat holttestét egy 26 mérföldes körzetben találták meg. Több 100 mérföld az elrablás helyszínétől. Minden holttesten a támadás szexuális indítékára utaló jelek mutatkoztak. Minden áldozatot nyilvánvalóan szexuális kielégülés céljából vittek el. Susan Maxwell nadrágját levették, Caroline Hogg mesztelen volt, és kiderült, hogy Sarah Harper megsérült. Senki nem szenvedett durva zúzódást vagy csonttörést. Susant és Sarah-t is levetkőztették, majd újra felöltöztették. Mindhárom áldozatnak levették a cipőjét. Nem történt valódi kísérlet a holttestek elrejtésére. Felhozták még ezen felül Teresa Thornhill elrablásának körülményeit, hogy ez is mennyire hasonlított az összes többihez. Itt is mondták, hogy bár idősebb lány, próbáltak most ebben az esetben elrabolni, de ő fiatalabbnak tűnt, tehát valószínű, hogy őt is kislánynak nézték. A nyomozók nagyon jól összehozták ezeket az ügyeket, nagyon fontos bizonyítékokat találtak, viszont ezt össze kellett hangolni, hogy ez tényleg egy ember követelés, ez egy sorozatgyilkosság. Clarkot hallgatták meg utoljára, és ő azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb bűnügyi nyomozás, amelyet valaha Nagy-Britanniában végeztek. A számítógép 187.186 emberről
220.470 járműről és 59.483 emberrel készített interjút tartalmazott. Amikor megkérdezték Clarkot, hogy mennyire jellemző, hogy hasonló módon rabolnak el gyerekeket, rejtik el, vagy hát nem is rejtik el, csak rakják le a holttesteket ugyanúgy messze az elrablástól, Clark azt választott, hogy 39 éves rendőri pályafutása alatt ő még ilyennel nem találkozott, hogy ennyire összeigyenek az ügyek, és ne egy ember követte volna ezt el. És ráadásul ez az elrablási gyilkossági jellemzéssel sem találkozott még a pályafutása alatt, hogy elrabolja, megerőszakolja az áldozatokat, és aztán több száz mérföldre rakja ki a holttesteket, anélkül, hogy megpróbálná elrejteni. Tehát mindenképp nagyon úgy tűnik, hogy Black volt a gyilkos. Az ügyészségi eljárást lezárták. A védelemnek nem nagyon volt lehetősége megvédeni Robertet ezek ellen a gyilkosságok ellen, hiszen nem volt Robertnek alibije egyik gyilkossági időpontra sem. Nem tudtak törvényszéki bizonyítékokat feltárni, hogy nem Robert volt. Robertnak volt egy előélete, azt elismerték, azt is, hogy igen, az elrablásban igen, Robert bűnös volt, de azzal érveltek, hogy attól, hogy gonosz és pervez, az még nem teszi Robertet gyilkossá. A védelem azzal próbált érvelni, hogy a rendőrségnek semmilyen bizonyítéka nem volt, ezért, amikor Robert elrabolt egy kislányt, ami miatt megkapta a büntetését, próbálnak rávarni még 3 gyerekgyilkosságot és egy elrablási kísérletet is. Hiszen semmilyen konkrét bizonyítékuk nincs Robert ellen. Azt is mondta, hogy nem azért van itt a védelem, hogy megpróbálja Robertet jó színben feltüntetni. A védelem azért van itt, hogy elmondja, hogy igen, Robert, amit tett, az gonosz. Ezért, amit be is vallott, amit tett az elrablási kísérlet, igen, az megtörtént, azért megkapta a büntetést, de az összes többi csak egy elmélet, amit Robertre próbálnak ráhúzni. A védelem arra hivatkozott, hogy egy molesztálaból nem feltétlenül lesz gyilkos. Ebben nincs semmi automatikus. Azt mondta a védelem, hogy a rendőrség minden bizonyítékot feltárt Black ellen, minden közvetett bizonyítékot, csak egyetlen egy titkot felejtettek el elmondani, hogy közvetlen bizonyíték nincsen Black ellen. Május 17-én kedden McPherson bíró megkérte az esküdcéket, hogy kezdje meg a tanácskozást. Az esküdcék a 3. napon, 19-én reggel döntött végül. Amikor Blacket minden szempontból bűnösnek találták, egy nagy csóhaj futott végig a tárgyalóteremben. A bíró, miután Blacket elvitték, a 23 rendőrtiszthez fordult. És azt mondta, hogy jó volt, fiúk. A tárgyalás véget ért, és Black életfogytiglani börtönbüntetést kapott, és csak 2029-ben, 82 éves korában lett volna jogosult feltételes szabadlábra helyezés kérésének. Black soha nem ismerte el a gyilkosságokat, és amikor Weyer megkérdezte őt, hogy miért nem, akkor azt mondta, hogy, hogy nem teszem, mert nem tehetem. Miután Blacket elítélték, megkezdődtek a vádak, hogy miért csak 8 évvel az utolsó gyilkosság után kapták el a férfit, hogy miért nem vonták össze előbb az eseteket. Elég sokan Clarkot hibáztatták, aki az ügyeket vezette. Na most én szerintem utólag mindig könnyen megoldani egy ügyet, mint amikor az ember benne van. Ugye eleinte az első gyermekgyilkosságnál csak kézzel rögzítették az adatokat, aztán meg felvitték külön egy másik, a második ügyet, azt már számítógépre, utána össze kellett vonni az egészet, tehát utólag, mikor már minden megvan oldva, sokkal könnyebb ránézni az ügyre és vádaskodni. A másik, hogy Robert Blacknek is eléggé hányattatott élete volt, ami nem menti fel őt az alól, amit tett, még az sem, amit bevallott a gyermekrablást, hogy elraboljon egy 6 éves kislányt, ugye mert a többit nem vallotta be, csak elítélték miatta. Én nem mondom azt, hogy nem volt bűnös, az se, hogy az volt, megkapta a börtönbüntetését emiatt. Viszont tényleg ő is látszik, hogy elég hányatatos sorsból jött. Tehát szerintem az utólagos vádaskodásnak sincs helye ebben az ügyben, és Robert Black hányatatott élete sem menti fel az elkövetett bűnökkel szemben.
1994-ben Newcastle-ben egy találkozót tartottak, hogy korábbi gyermekgyilkosságokat is megvizsgáljanak, hogy köthető-e esetleg Blackhez. A lehetséges gyilkosságokon kívül Franciaországban, Amsterdamban, Írországban és Németországban 10 megoldatlan emberrablás és gyilkosság is történt. Azt is állítják, hogy Black ölte meg Janet Tate-et és April Fabbot is. Tehát nagyon sok gyilkosságot kötnek még Roberthez, hiszen a 60-as években hagyta el őt Pamela. És a 80-as években kezdődtek el a gyermekgyilkosságok, de elvileg kizárt, hogy a 70-es években ne követett volna el nemi erőszakot kisgyerekeken. Csak vagy nem volt jelentve, vagy lett jelentve, csak nem kötötték Blackhez. Sajnos Robertnek olyan munkája akadt a PDS-nél, amikor futár volt, hogy olyan vidéki helyeken járt, ahol meg tudta figyelni a gyermekeket, ahol fel tudta mérni a terepet, és a későbbiek során már egy feltérképezett terepről könnyedén tudta gyorsan elrabolni az éppen kiszemelt áldozatát. Robert Black 2016. január 12-én halt meg szívrohamban. 68 éves volt. A hamvasztási szertartáson se család, se barátok, senki nem jelent meg. Hamvait pedig később a tengerbe szórták. Nagyon konklúziókat nem akarok levonni, ez egy nagyon hosszú ügy volt, a videó is nagyon hosszú lett, sokkal hosszabb, mint ahogy én azt terveztem készíteni. Valószínű, hogy sok lesz benne a vágás, nagyon sokszor kellett az adatokat a papírokon egyeztettem, hogy ezt nektek pontosan el tudjam mondani, ezért elnézést kérek, de máshogy ezt nem tudom megoldani. Ha ez a videó az összetételében vagy a történetében tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. A csengőikon megnyomásával értesítést kaptok, hogyha újabb videót töltök fel. Addig is sziasztok, vigyázzatok magatokra!